A koronavírus miatt intézkedések a helyi vállalkozásokra, üzletekre is hatással vannak. Herman János egy makói műszaki áruház tulajdonosa elmondta, hogy az üzlet nyitvatartási idejét a kormányrendelet szerint módosították. A világjárvány hatásaival számolva felkészültek arra, hogy csökkenni fog a kereslet, ami be is igazolódott. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az online felületek helyett a vevők a személyes vásárlás részesítik előnyben. Még mindig azért az offline, a személyes vásárlás a mértékadó, de erősödött az interneten való érdeklődés is, valamint úgy, hogy például a szülők küldték be a gyerekeket, hogy érdeklődjék meg, hogy van-e ez a termék, amiket keresnek. Tehát nálunk még azért mindig a személyes vásárlás az elsődleges. A március 11-e óta kihirdetett rendkívüli intézkedések miatt internet alapú oktatás működik. Ezen kívül sokan dolgoznak otthonról, ami szintén eszközigényes. A megnövekedett szabadidő sokakat főzésre, sütésre vagy egyéb más elfoglaltságra ösztönöz, amelyekhez különféle műszaki eszközök is szükségesek. A makói üzlet tulajdonosától azt kérdeztük, hogy milyen termékek iránt nőtt meg a kereslet. Ahogy a kormány bejelentette, hogy az iskolák áttérnek az online oktatásra, úgy a laptopok iránt nőtt meg a kereslet, utána jött a home office, hogy nagyon sokan otthon kellett, hogy dolgozzanak, ezért akinek asztali gépe volt, akkor webkamerákat kerestek. Majd amikor beindult a bevásárlási láz, és ugye rájöttek az emberek, hogy túlvásárolták magukat, a fagyasztó kapacitásuk nem győzte, akkor megjelent a kis kiegészítő fagyasztók iránt a kereslet. Hozzátette, kenyérsütőkre és tűzhelyekre is nagy igény mutatkozott. A vásárlási tapasztalatok alapján elmondható, hogy sokan az azonnali fizetést választják, és csak nagyon kevesen élnek a kedvező hitel lehetőségével.